Hollandiába voltunk profi világbajnokságon, ott már a férjemmel, és szokásos módon világbajnokságnak vége, mindenki vissza a szállodába. A profi világbajnokság az egy nagyon elegáns dolog. Tehát az olyan, ez olyasmi sport már, mint a golf. Igen. Tehát, hogy ott nagy estélyben, smokingban fogadás van a verseny végén, és tényleg mindenkinek megadják a tiszteletet a legelegánsabb szállodákba, tényleg a legelegánsabb helyeken, mint amit említettem, Royal Albert Hall, tehát, hogy valóban ilyen helyeken rendezik. Magyar párosnak nincs szállodaszobája, magyar páros indul éjszaka haza, smokingba indul haza, és akkor hát persze mi se bírtuk, tehát Németországnál egy ponton megálltunk aludni az autópályán, egy benzinkútnál, és arra ébredtünk, hogy a rendőr kopogtat. És akkor mondja, hogy honnan jövünk? Hát Hollandiából jövünk. Drog? A drog az nincs. De közben néztem a férjemet, aki úgy nézett ki, hogy a smokingje kigombolva, a nyakendő már lóg, és ő, ugye hát a táncosok a versenyen erősen sminkelnek, tehát az egész belső ing rész, ahogy ki van gombolva a nyak, az ilyen sötét barna, borzasztóan nézett ki. Majd aztán később magamat is megláttam, ahogy az óriási műszempilláim, amiben táncoltunk, már az egyik így félre csúszva. Az már eléggé. Igen, és hosszasan magyaráztuk a rendőrnek, hogy nálunk higgy el, hogy nincsen drog, ő meg azt mondta, hogy de, úgyhogy kipakolta az egész kocsit, és mi magyaráztuk, hogy mi magyar bajnokok vagyunk, és mi a profi világbajnokságon voltunk, persze nem hitt nekünk egyáltalán, és a végén megtalált, egy gyönyörű kupát kaptunk, rajta volt Amsterdam, igen, és profi világbajnokság, úgyhogy, és akkor bocsánatot kért, és tovább engedett minket. De hát kerültünk egy párszor azért méltatlan helyzetbe, de végül is most is milyen boldogan mesélem, tehát, hogy hát ezek most olyan emlékek, megszépülnek, igen, most már, hogy ne. És még talán akkor is szépek voltak, tehát, hogy legalább zajlott az élet, és izgalmas dolgok történtek.